kívánok, köszöntöm. Jó napot kívánok innentől, és üdvözlöm a kedves nézőket! Hát mi a helyzet Svájcban? Ugye azt látjuk, hogy magasak a számok. Igen, sajnos nagyon magasak a számok, és ez eléggé aggasztó is, hogy hol fog ez fejlődni. Mint mondta, a Lozány Műszaki Egyetemen vagyok professzor, az egyetem bezárt már lassan 2 hete, hogy nem tudunk bemenni, az oktatás az online folyik, és itthonról próbálok valamennyire dolgozni, irányítani a kutatócsoportomat. Mennyire követi nyomon ennek a vírusnak a terjedését, illetve a mechanikáját, hiszen foglalkozik biológiával? Igen, szóval ugye nem ez a téma területem, de mint minden amatőr, engem is érdekel ez, és naponta többször is ellenőrzöm, hogy hogyan áll a helyzet Svájcban, hogyan áll a helyzet Franciaországban, Európában, és az Egyesült Államokban is. És hát ugye, mint tudjuk, a dolog az nem túlságosan kecsegtető. Én jártam Svájcban, azért a svájciak azok egy fegyelmezett, komoly nép, és hát mi az oka annak, hogy ilyen magas a megbetegedések száma, illetve a halálesetek száma is? Hát, szerintem egyik oka az, hogy ez mindenkit váratlanul ért. Tehát ebben nincs semmi tapasztalatunk, beleértve a tudósokat is, de főleg a politikusokat. És a svájci politikusok elejében mérlegelték, hogy mi a jobb. Magasabb szinten tartani a gazdaságot, és beengedni a betegséget, esetleg beengedni a betegséget, vagy teljesen lezárni az országot. És ők az előbbi megoldás mellett voksoltak. Mint tudjuk, ugye Észak-Olaszországban már Vesztegzár volt, tehát Lombardiában már állt a bár, de még akkor is a svájci kormány beengedett 70 ezer ingázó vendégmunkást Észak-Olaszországból a ticinói déli kantonba. És szerintem ez egy hiba volt. Mit gondol, hogy most ez a jelenlegi helyzet, ez egy egészségügyi kérdés, egy politikai kérdés, vagy valahol a tudománynak a kérdése majd? Szerintem mindegyiknek a része szerintem. Ugye egészségügyi kérdés az nyilvánvaló, látszik, hogy mennyire felkészületne az egészségügy ilyen jellegű tömegmegbetegedésre. A politikának is egy gondja, mert szerintem, hogy hogyan kezelik, hogyan kezelték ezt, szerintem ez egy szakító próba a különböző elnököknek, minisztereknek az életében, mert látjuk, hogy nagyon kevés helyen kezelték ezt megfelelő módon. Talán ugye Dél-Korea, Szingapúr vagy Tájván egyik jó példájának hogyan kellett volna reagálni, még itt Európában szerintem amatőr szinten csináltuk ezt. És a tudományban is egy nagy kihívás, hogy hogyan lehet, hogyan kell továbbiakban tudományt csinálni, és mik a fő témateretek, amikre oda kell figyelni. Ugye szeptember 11-e után mondták azt, hogy más lesz a világ, más fogunk gondolni terrorizmusról, biztonságról. Én azt gondolom, hogy most is itt tartunk, itt tart a világ ezzel a koronavírus járvánnyal. Más lesz a világ, ha ennek vége lesz, és azt se tudjuk ugye még, hogy mikor lesz vége. Másképp fogunk gondolkodni az egészségügyről, másképp fogunk gondolkodni a globalizációról. Ön hogy látja ezt? Ez szerintem is így van. Tehát ha most én fizikus szemmel nézem, hogy mik a korona kihívásai, akkor manapság, mint tudjuk, az energia és az információs technológia, ez egy nagy témakör. Holnap szerintem a víz lesz, a víz minden formájában, a víz tisztítása, a víz sótlanítása és a többi, és holnap után talán a talaj és az élelmiszer. Tehát ezek a nagy témák, és az a téma, ami időskála nélkül végigvonul a kutatásunkon, az az egészségügy. De szerintem itt az arány el fog nagyban tolódni az egészségügy irányába. Mint tudjuk, Amerikában ugye a nagy intézmény, az NIH, ami az orvos-biológiai kutatást pénzeli, annak költségvetése sokkal nagyobb, mint az NSF-nek, lefolytva az amerikai otkának, és szerintem ez most még meg fog sokszorodni. Tehát Amerikában is szerintem a jövőben a kutatások nagy része az orvosbiológia, az egészség irányba fog történni. Vírusok azonban voltak, vannak és lesznek. Minden járványt így fogunk ezen túl megélni? Hát attól függ, hogy milyen jellegű a vírus. Igen, de mindenképpen jobban oda kell figyelni rá,
mindenkinek tanulmányozni kell. Tudjuk, hogy az első nagy vírusjárvány az 2004-ben volt, ha emlékszem, tehát ebben az évezetben, és a SARS ugye, és utána voltak ugye kutatások, voltak projektek, amelyek ezzel akartak foglalkozni, de azoknak a költségvetése megett vágva, sok helyen. Tehát egy például Franciaország, de Amerikában is több ilyen esetről tudok. És szerintem lehet, hogy erre jobban oda fogunk figyelni, és több pénzt fogunk erre fordítani. És hát kell is, nyilvánvaló, hogy kell is. Igen. Igen. Hát ugye én ugye az anyag tudomány rész, vagy területéről próbálom ezt megközelíteni, és itt is vannak olyan anyagok, amelyek alkalmazása nagyban elősegíteni a védelmet. Tehát nem gondolok másra például a szájmaszkok használata. Tehát ki lehetne fejleszteni olyan szájmaszkokat, amelyek újra használhatóak, ugye nem kell őket eldobni, és nem lenne akkor hiány is. Például az én kis csoportomban van egy ilyen kutatás, és tehát van egy olyan anyagcsalád, ami úgy fotokatalitikus, remélem nézőknek ez annyira nem hangzik kínaiul, de azt jelenti, hogy fényhatására a felületeket szabadjuk el tudunk elteni, tehát olyan molekulákat, amelyek megtámadják a vírusokat, a bacillusokat megtámadják, és ezáltal meg tudják őket semmisíteni. És el tudok képzelni egy olyan maszkot, ezen dolgozunk, nem is elképzelem, már van egy prototípusunk is, amelyeket ugye az ember 2-3 használat után leveszi, megvilágítja a fényjel, ugye, és újra tudja használni. És nem egyszer-kétszer, hanem ezerszer. Tehát ez egy nagy lépés lenne előre, és nem kis büszkeséggel mondom, hogy egyik munkatársam, egy zentai magyar gyerek, aki Szegeden végzett, ugye, ő ennek a kutatásnak a fő hordozója csoportomban. Fog akkor ön szerint innovációt hozni a tudományban? Persze, mindenképpen. Tehát érdekes, hogy Svájcon belül a különböző nyelvterületek másképp kezelik, másképp állnak hozzá ehhez a krízishez. Például a német-svájci rész az a gazdaságot helyezi előtérbe, nem akar kiási tilalmat, nem akar az, hogy az embereket hogy otthon tartsák, míg a francia részben, Italin, én lakom, élek, itt inkább folytatja a... Tehát hagyjuk most a gazdaságot, legyen ez háttérben, hanem mentsük meg az embereket. Ugye. Az olasz rész pedig teljesen van veszve, ugye, mert ott, ugye, ott a, talán a legsúlyosabb a helyzet, ott a legnagyobb a halottak száma is. Ugye. Említette ugye a kutatásait, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban itt tud is nekünk mutatni dolgokat akár a számítógépen. Ugye egy olyan maszkról van tehát szó, amelyik újra hasznosítható, hiszen olyan szűrőt tartalmaz, amit néhány órányi használat után, hogyha fényre teszünk, akkor lényegében öntisztító és ismételten használható. Így van. Tehát itt bemutatnék egy képet, kollégám, tehát a zentai származású kollégám, Horváth Ender részéről, és amit láttam itt a bal felső sarokban, ez egy olyan anyagcsalád, vagy olyan anyag, ilyen nanoszálakból áll, szálkás, és emiatt lehet szűrőt csinálni belőle. És ha az ember megvilágítja, akkor a felettén szabadja ők elkezdek, és megölik, mint itt mutattam az E. coli baktériumot, vagy az Ebola vírust, vagy még a koronavírust is meg tudja állítani a felületén, és utána ezek a szabadgyökök elbontják, megtámadják. És ugye ez akkora, nem akkora felfedezés, mert tudtuk ez az anyag, úgyhogy a titándioxid, erre képes. De amit Horváth Endre, ez a magyar vegyész, amit feltalált, az, hogy hogyan lehet ebből sokat csinálni. Tehát felskálázta ennek a szintézisét, és mint látjuk itt a bal alsó sarokban, a narancsára kesztyűben tart egy olyan papírt, ebből az anyagból készítve, tehát egy szűrőpapír. És az ember ezt feldarabolja, és beletesz ilyen keretbe, a kék keret, amit látunk középen, akkor ez maszként működik. Tehát Endrét látjuk a jobb oldali képen, amit a laborban ezt használja. És ha ezt a maszkot levesszük, és megvilágítjuk ultrafiolett a fénnyel, akkor egy perc alatt megöl a baktériumokat, vagy a vírusokat. Tehát szerintem ez egy igazán új dolog, és hát erre szeretnék ráállni,
ennek a legjobb példát kidolgozni, és tömeggyártásra vinni. Hát erre most nagy szükség lesz, tehát én azt gondolom, hogy ha vége lesz ennek a járványnak, akkor is azért többen fognak hordani maszkokat, akár hétköznapi életben is, nem beszélve olyan helyeken, egészségügy, illetve kutatóhelyek, ahol erre egyébként is szükség volt eddig is. És nem beszél arról, hogy ez az anyag, ez a szűrő, amit Endre kifejlesztett, ez nem csak a szájmaszkra jó, hanem a légkondicionált berendezésekhez is nagyon jó, mint tudjuk. Kórházakban nagy gond ugye az antibiotikum rezisztens baktérium, ugye, és így tovább. Tehát ez az anyagfajta, ez, ennek nagy jövője lehet igazából. Tehát ön mikorra teszi ennek a járványnak a végét, mit gondol? Tehát én attól tartok, ez hosszú lesz, de én nem vagyok ennek a szakértője, mert olyan embereket kell megkérdezni, akik ennek a modellezésére foglalkoznak, mint például Barabási Laci kollégám, aki egy fizikus, és ezt modellezi, már szerintem már ő ezt előre látta, hogy hogyan fog ez alakulni, vagy Bezzeg Attilát, akinek a videót nemrég láttam a YouTube-on, és mi kérdőtt földiek vagyunk, ugye ő is szabadkai, és ugye ő hosszú lejáratra voksol szerintem. Igen. Tehát valóban meg kéne törni ennek a vírusnak a terjedését valamilyen módszerrel, szerintem. Februárban ugye még Miskolcon járt, nem titok, akkor vette át a Doppler díjat, a Miskolci Egyetem díját, egy Nobel-díjas kutatóval együtt. Mit jelent önnek ez a díj, és mit gondol egyáltalán a magyarországi oktatásra, kutatásról? Tehát nekem ez a díj egy hatalmas elismerés. Mint első így kaptam magyar kutatóként ezt a díjat, és a Thomas ugye, Zsüthoff professzor együtt. Aki Nobel-díjas. Aki Nobel-díjas mellékes, igen. Tehát nekem ez a harmadik miskolci látogatásom volt, és nagyon élveztem. Tehát én Miskolc városát, különösen az egyetemet nagyon szeretem, nagyon sok jó kollégám van, például Pautás Árpád dékánul, ugye, vagy más kollégák is, és nekem a kampusz nagyon tetszik, és az ember nagyon kedvesek. És amit ott láttam, kutatási vonalat, kutatási eredményeket, azok imponálóak. Nyilvánvaló, hogy ott a lépték más, mint Lozában, mert ugye itt Svájcban a kutatás támogatása sokkal jobb, sokkal magasabb szinten van, mint otthon. Reméljük, ez otthon is valahogy ez fel fog majd futni. És hát én igyekszem jó kapcsolatokat kilakítani a miskolci kollégákkal is. De én Pesten végeztem az ELTE-n, ugye nagyon sok kollégám, barátom van Pestről, és Szegeden is sokat járok, sokat jártam, ott is vannak nagyon jó kollégáim, voltak közös svájci-magyar projektjeink is, úgyhogy mondhatnám, hogy a kutatók többségét ismerem, tehát a fizikában, anyagtudományban, sőt kémiában is. Jó munkát kívánunk, bár most egy darabig pihen akkor, de gondolom, hogy otthon is azért csak dolgozik. Igen, pihenésről igazából nincs sok, ugye, vagy nincs sok pihenés itt, mert azért itt felügyelni kell a csoportomat, irányítani még így távolról is, és hát nagyon sok eredményünk van, amelyeket ugye publikálni kell, meg kell írni, analizálni eredményeket, és így tovább. Tehát itt még lesz egy sok munka. És hát amit ugye megtanultam Miskolcon, és nagyon tetszik, ez a miskolci ugye, bányász köszöntő, hogy jó szerencsét, és szerintem most erre nagy szükség lesz. Jó szerencsére. Jó szerencsét, akkor is vigyázzon magát. Üdvözlöm.